Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a Fonyódi Művelődési Központ színház termében. Egy olyan apropója van ennek a mai előadásnak, hogy az év első felében engem megkértek, hogy sétáljak néhány percet egy érettségi találkozón. Fábiáné Marika kért meg arra, és akkor szóba került, hogy az ő gimnáziumi osztályuk 1963 őszén kezdte meg a tanulmányait itt a Fonyódi Gimnáziumban. Ez elindított bennem egy olyan folyamatot, megmondom őszintén, én azóta gondolkodtam ezen a történeten, hogy ez ugye most egy ilyen kerek évfordulós történet, és mindig is érdekelt azért a gimnázium története, én nem ide jártam, sajnos, de azért úgy mindig érdekelt. 2021-ben is érdekelt, amikor ugye a tanítás beindulásának volt az évfordulója, meg most azóta meg különösen. És akkor ugye most, hogy meg befejeződött a gimnázium felújításának egy szakasza, egy elég jelentős szakasza, így állt össze bennem az a kép, hogy akkor egy picit nyilván az egész gimnázium történetét, az elmúlt 60 évet nem lehet sem egy órában, sem másfél órában átbeszélni, tehát most elnézést is kérek mindenkitől, nyilván mindenről nem lesz majd szó. Most úgy egész konkrétan az épületről szeretnék majd, meg egy, hát nyilván egy kicsit ugye, ami a címe is volt, itt ami így látszódik, hogy miért Fonyódra került a gimnáziumi oktatás annak idején. Úgyhogy ennyit bevezetőként, és hogyha minden jól megy és sikerül ezzel lépegetnem, akkor egy elég erős felütéssel kezdeném majd a történetet. Ugye az a fő kérdés, hogy miért Fonyódnak lett gimnáziuma, ugye szóba került több más település is, és akkor nekem van egy ilyen, azt gondolom, erős kezdésem, hogy a gimnázium születésnapját én 1890. június 19-ére teszem, hogy miért, erről szeretnék majd nagyjából, én úgy tervezem, hogy egy fél órát mesélni, és akkor majd utána elmesélem még, hogy kik jönnek utánam. Szóval azért ezt a dátumot választottam én kezdő időpontnak, mert hogy ez most nem várom el mindenkitől, hogy végigolvassa, ez az egész arról szól, majd mutatok egy nagyobb képet is, hogy a vasúti közlönyben megjelent 1890. június 19-e dátummal, hogy a Kaposvárról induló helyi érdekű vasútnak Fonyód lesz a végállomása. Ekkor még nem kezdték el építeni a vasútvonalat, éveken keresztül mindig meghosszabbították az engedélyt, ez az 1891-es engedély, és hogy miért Fonyód lett ennek a vasútvonalnak a végállomása, arról szeretnék egy pár szót mesélni. Ez se egy olyan térkép, amit most itt mindenki egyből végig fog tudni oldani. Ez egy nagyjából korabeli térkép, és aláhúzogattam azokat a településeket, ahol a vonat akkor is megállt, meg most is megállt. Ugye Fonyódi indulás, Pusztaberény, Lengyeltóti, Öreglak, Somogyvár, és így tovább Pamuk, Osztopán, Jád, Várda, Kaposvár, nem biztos, hogy pont ebben a sorrendben. És ez vezetett addig, hogy 1896. júliusában elindult a vasúti közlekedés Kaposvár és Fonyód között. És ennek az én gondolataimban, az én olvasatomban olyan későbbi következményei lettek, ami Fonyód életére igencsak nagy hatással voltak, nem csak a gimnáziummal kapcsolatban, hanem úgy általánosságban. Ez az a terület, ahol a későbbi gimnázium épületét majd felépítették. Nem így jobb lesz. Ugye ez a Hunyadi utca, ez a vasúti szálloda 1897-ben készült el, később ugye járási tanácsépülete, most pedig a Balaton kollégium épülete. Itt volt a
Balaton vendéglő, később Porkolába és Rianás, tehát most nagyjából a Delta központnak a területe, és hát ez a terület, ahol azért ugye nagyjából a mai gimnázium épülete van. És ahogy 1950-ben azért került Fonyódra a járási tanács, azért Fonyód lett a járásnak a központja, mert hogy könnyen meg lehetett közelíteni. Tehát én ezt az egész történetet oda vezetem vissza, hogy Fonyód egy könnyen megközelíthető település lett, vasútvonalon, ugye keleti-nyugati irányból, illetve hát a déli oldalról is Kaposvár felől. Innentől kezdve nagyon sok minden azért jött Fonyódra, azért lett Fonyódon különféle hivatal, mert hogy könnyen megközelíthető település lett, tömegközlekedéssel, illetve hát autóval is, busszal, vonattal, hát most a hajót nem is annyira mondom észak felől, de ezekről az oldalakról mindenképpen. Tehát a járási tanács 1950-től ugye Fonyódon volt, a volt vasúti szálló épületét kapták meg, és ugye szoktam mesélni időnként az iskola nővérekről, hogy 1935-ben óvodát létesítettek Fonyódon, 1937-ben elemi iskolát, 1939-40-es tanévtől beindult a polgári iskolai tanítás, és már akkor szóba került az, hogy Fonyódon gimnáziumi oktatást is bevezessenek. Ez sajnos ugye a háborús időszak utáni változás miatt nem jött össze, de onnantól kezdve az 50-es években folyamatosan szóba került, hogy mivel tehermentesíteni kellene Siófokot, Kaposvárt, Marcalit, tehát ahol azért volt már gimnáziumi oktatás, valahol itt a déli parton, Boglár, Lelle, Fonyód tájékán létre kell hozni egy gimnáziumot, és ahogy itt a Somogyi Néplap 1954-es újságcikkéből már kiderül, ebben az időben már eldöntötték azt, hogy Fonyód legyen ennek a gimnáziumnak a székhelye. Miért? Azért, mert könnyen megközelíthető település, hogyha Bogláron lett volna, vagy Boglár győzött volna, itt is azért ugye mai szavakkal élve ilyen verseny volt, lobbiztak a különféle hát pártemberek, tanácsi emberek azért, hogy a saját településükre kerüljön a gimnázium. Fonyódnak volt egy óriási előnye, itt volt a járási központ, Fonyódnak egy olyan közlekedési csomópont szerepe is volt, ami elősegítette azt, hogy egy nagyon könnyen megközelíthető település volt már ebben az időszakban. Ugye, ha Kaposvárt nézzük, akkor azért Fonyódtól déli irányba azért egy 20-25 kilométeres körzetet mindenképpen, hogy már tehermentesített volna Kaposvár felől, tehát Fonyódnak volt ez a nagy előnye. És ahogy ugye mutattam ezt a területet, kicsit ide visszajövök, ez a terület, ahol aztán később a gimnázium felépült, ezen a területen már a II. Világháború előtti időszakban piac volt. Itt kérem szépen vásárokat is tartottak, és itt most mutatok néhány olyan képet, ami az 1950-es évek közepén készült, vásárba. Nemrégen ugye nyílt a plakát kiállításunk, ahol Batalőrinc hagyatékából mutattunk be néhány szép régi szórólapot, plakátot, és azok között volt például, hogy 1955 nyarától már vidám vásárokat rendeztek Fonyódon, ahol tulajdonképpen mindent lehetett kapni, mindenféle termelőszövetkezet, ilyen-olyan testület bemutatta a saját kis termékeit, és akkor ez ezen a területen volt, mert hogy az újságcikkek is, amik ezek erről szóltak, megjegyezték, hogy a vasútról, a vonatról, a buszról könnyen leszálltak az emberek, és 100 métert mentek, és már ott is voltak a piacon. Van egy olyan nevű testület, hogy Lechner Tudás Központ, ők digitalizáltak nagyon-nagyon sok fényképet, és azok között találtam ezeket meg. Nem voltak beazonosítva, csak annyi, hogy Fonyódon készültek, de az, hogy mikor, az nem.
Viszont én, amikor a plakátos anyagot kutattam, akkor találtam olyan újságcikket, amiben például az öreglaki ifjú gárda TS-nek az eredményeiről volt szó, hogy itt a Fonyódi vásárban milyen csodás termékeket mutattak be. Úgyhogy ezeket a képeket most tényleg csak ezért hoztam, hogy ezt meg tudjam mutatni. Van egy másik digitális anyag az interneten, ez a fentről.hu című oldal. Digitalizáltak olyan légi térképeket, amik hát a régi időkben azért titkosak voltak, most már így szabadon letölthetőek nagyon jó minőségben. Az interneten Fonyódról 59-től kezdődően vannak fent különféle időszakokban légi térképek, ebből vágtam ki egy olyan részt, ugye ez a mai kollégium épülete, itt már látszódik ugye a mellette lévő terület, itt ugye még nincsen itt a delta, és akkor ez az a terület, ahol aztán a gimnáziumot majd később elkezdték felépíteni, tehát itt még ez a rész, ami ugye itt ez a vásári terület, meg itt ez sok-sok szép fás, erdős terület, és akkor elérkezett, ugye 54-ben már láttuk, hogy volt ez a döntés, de hát azért lassan őrültek ott a malmok, és hát azért különféle párthatározatokra, mindenféle megyei tanács döntésre volt szükség. Barcson volt ugyanebben egyébként, még ugyanebben az időszakban még gimnáziumi oktatásnak a beindítása, és Fonyód, tehát a korabeli újságcikkek körülbelül ezt a kettő települést említették folyamatosan, és 1961. szeptemberében indult meg itt Fonyódon a gimnáziumi oktatás, viszont az épület abban az időben még nem volt meg. És a másik nagy lökés annak, hogy akkor ne Bogláron, hanem Fonyódon legyen a gimnázium, az még arról szól, hogy egyrészt ugye a vasúti közlekedés, másrészt pedig az, hogy a Fonyód község felajánlotta azt a telket, amire aztán később a gimnáziumot felépítették, tehát ez a terület akkoriban tanácsi tulajdonban volt, és Fonyód község felajánlotta a megyei vezetésnek, hogy amennyiben Fonyódon lesz a gimnáziumi oktatás, akkor a község ezt a területet felajánlja a gimnázium épületének a megépítésére. Ez ugye azért is volt nagyon-nagyon előnyös, hiszen tudjuk, hogy körülbelül a buszmegállóból, illetve a vasútállomásról, hogyha 2 perc alatt oda lehet érni a gimnáziumba, tehát azért ez is számított, hogy a város, vagyis hogy a település központjában lesz majd az építés. Az első 2 tanévet a Hegyalja utcában, későbbi kesztyűgyár épületében vitték végig a pedagógusok, illetve a diákok. Ez akkoriban a Fonyódi Általános Iskolának volt az egyik épülete. Másik épület ugye fent a főutcában volt, viszont még nem akkora volt, mint a mai időben. 1969-ben volt egy nagyobb általános iskola bővítés, és akkor volt már az, hogy kibővítették az épületet, tehát a pedagógusok és a gyerekek ebben az épületben kezdték meg az oktatást, illetve a tanulást, és akkor egy picikét visszamegyek, hogy azért nézzük meg, hogy a 2 osztályban 100 tanuló volt, azért ezt, hogyha hogy elképzeljük, hogy ez egyrészt a pedagógusok részére is mekkora munkát jelentett, a gyerekeknek is, hogy akkor hogyan figyeljenek oda az órán, tehát ma, hogyha már vannak 30-an az osztályban, vagy 31 néhányan, akkor az már talán soknak számít, de majd igazgató úr kijavít, ha nem jól mondom. Szóval azért az akkori pedagógusok előtt is le a kalappal, hogy ezt a 2 50-fős osztályt azért így tudták vinni tovább. És akkor 1963-ban, ahogy már említettem, ugye akkor készült el szeptemberre az épület, és itt néhány olyan képet fogok tudni mutatni, ami ezt a folyamatot ábrázolja, és azért azt el kell mondanom, de majd a végén még lesz erről egy dia, hogy az itt bemutatott fekete-fehér fényképeknek
a legnagyobb részét, de talán jobb, ha azt mondom, hogy az összes képet Iglói Zsolttól kapta, aki a Facebookon gondozza a Fonyódi Öregdiákok Mátyás Király Gimnázium volt Karikás Frigyes Gimnázium Facebook oldalán, és ott rengeteg sok olyan fénykép van már mindenki számára elérhetően, amit az egykori gimnazisták a fotó szakkörben csináltak, meg biztos máshol is, úgyhogy ezek a gimnázium építésének olyan mozzanatai, ami hát a gimnázium fotó szakkörének, illetve hát más gyűjteményeknek a részei. Ez a következő 1966-os légi felvétel, ugye szokásos, akkor még járási tanácsépülete, és akkor itt van a gimnázium, ugye itt tehát az a sok-sok szép fa áldozatul esett, de hát megépült helyette a szép gimnáziumi rész. Úgyhogy ez egy 1966-os légi felvétel, és akkor van néhány olyan kép, ami már a gimnáziumot ábrázolja, ezek is a öreg diákok oldalról származnak. Úgyhogy 1963-ban készült el a gimnázium olyan formában, hogy a megyei lap, a Somogyi Néplap rendszeresen beszámolt a folyamatokról. Abban az időben vasárnaponként is bevállaltak, hát valószínű nem önként a munkások, ilyen kommunista vasárnapot, meg kommunista szombatot, és akkor is dolgoztak, nem csak a Fonyódi gimnázium építésén, hanem még környező más ilyen közintézményeknek az építésén. Úgyhogy roham tempóban készültek a munkálatok, és akkor így 1963-ra elkészült maga az épület. Ez egy 1971-es felvétel, ugye járási tanács, gimnázium környéke. 1974. december végéig volt Fonyódon a járási tanács, de az is érdekes egyébként, hogy 1950-ben miért Fonyódra került, ugye addig Lengyel-Tóthy volt a járási tanács központja. Német Ernő kutatta ezt a témát egyébként, tehát ez inkább az ő könyveiből tudom én is, hogy hát az akkori Lengyel-Tóthy járási tanácsi vezető egyébként Fonyódi volt, és nagyon szeretett itt a Fonyódi Balaton parton pecázni, és hát tulajdonképpen abban az időszakban volt egy ilyen trend, hogy akkor nagyon sok mindent inkább a Balaton parton fejlesztenek, és akkor ebbe teljesen jól beleillett, hogy akkor Fonyódra kerüljön a járási központ, a járási székhely, és akkor hát ő meg nagy öröme, hogy akkor nem kell Fonyódról Lengyel-Tóthyba ingáznia, hanem akkor Fonyódon lesz maga a járási központ és a járási székhely, és az egykor volt vasúti szállodát, Dressler szállodát alakították átjárási hivatallá. Ebben az időben egyébként egyrészt ugye, hogy a Fonyódi Általános Iskola is kibővült járási hivatal, tehát nagyon sok olyan hivatali dolgozót kellett Fonyódra telepíteni, akik hát egyébként nem fonyódiak voltak, úgyhogy ez az időszak a fonyódi lakosságszám növekedésének is az időszaka, hiszen nagyon sokan jöttek Fonyódra, és hát őket pedig valahol, hát az is, arról is kellett gondoskodni, hogy ők hol lakjanak, úgyhogy bizony a Fonyódon államosított nyaralók, villák estek ennek úgymond áldozatául, és akkor oda költöztettek be pedagógusokat, hivatali dolgozókat, tehát abban az időben ez így működött. Egy-két képes lap is van, ami abban az időben már megjelent a gimnáziumról. Azok a fényképek is ugye különösen kedvesek számunkra, ahol mondjuk van valamilyen jármű, hiszen azért Trabantot, egyet-kettőt még manapság is látni itt Fonyódon, de hát azért 50 évvel ezelőtt biztos, hogy sokkal több volt. Úgyhogy a fotó szakkörről is volt egyébként több olyan újságcikk, ami említette, hogy milyen képeket készítettek, és akkor ugye Göndőc tanár úr nevét is emlegették benne.
úgyhogy a fotószakkör igazán értékálló munkát végzett, és amikor 1963-as évfolyamnak tartottam az év első felében egy kis sétát, akkor egy úrról láttam meg egy olyan kis korabeli tarisznyát, ami ugye így az iskola címerét is ábrázolja, és akkor gyorsan kértem, hogy hadd fotózzam le. Úgyhogy ez is azért azt hiszem, hogy egy olyan érték, amire ő is nyilván nagyon-nagyon vigyáz, meg nagyon kedves emlék számára, de hát gondolom ez szinte minden régi gimnazistának megvan. Úgyhogy itt is néhány kis autó bemutató. 1975-ös felvétel, ami így szintén ugye a 80-as évek végén lett a kollégium épülete is kibővítve. 1974 után továbbképző központ lett a volt járási tanács épületből, és aztán később lett középiskolai kollégium. Fent a bélatelepi villasoron is volt ugye kollégium több bélatelepi villában is, mert hogy erről is szóltak újságcikkek, hogy amikor ugye megindult a 1961-ben a tanítás, már akkor is arról volt szó, hogy talán ezt így le is írták, hogy a gyerekek 84%-a nem fonyódi volt, hanem egyrészt bejáró volt, és akkoriban 61-ben még nem volt kollégiumi elhelyezés, és amíg a gyerekek végeztek a tanulással ugye 1-2 óra környékén, akkor ők utána megebédeltek, és tanuló szoba volt nekik. Tehát nem az volt, hogy akkor 2 órakor mindenki megrohamozta a vasútállomást meg a buszpályaudvart, ahogy manapság ugye bejáró gyerekek többsége megy haza, hanem akkori a gyerekek itt maradtak, még tanultak, és akkor hát valamikor később mentek haza, ugye mert hogy nem volt akkor kollégium, de a későbbi újságcikkek már arról is szóltak, hogy akkor igen, ezt meg kell oldani, mert a tanulás rovására megy, fáradtak a gyerekek, nem úgy teljesítenek, mint ahogy kellene, úgyhogy egy idő után azért már a kollégiumot is megoldották. Úgyhogy ez egy, hát ezt valahol megmondom őszintén, nem tudom, hogy honnan, ezt valahonnan levadáztam ezt a másik tarisznya képet egy kicsit később is, de ugye 73-as, úgyhogy ennek is van egy kerek évfordulója, és erre a részre azért most így föl is hívnám a figyelmet, ugyanis majd nem sokára jön olyan kép is. Na szóval 1969-nél tartunk, amikor is Karikás Frigyesről nevezték el a gimnáziumot. Március 21-én, ugye a Tanácsköztársaság évfordulóján, 50. évfordulóján ugye nevezetes alkalom volt, és hát nyilván ugye Karikás Frigyes Tanácsköztársaság munkásmozgalom nagy harcosa volt. Annak még nem olvastam utána, hogy miért ő ráesett a választás, kinek jutott az eszébe, miért Karikás Frigyes, tehát ez még egy érdekes téma, és szintén az öreg diákok oldaláról származik ez a fotó, ez a gimnáziumnak a része volt, szerintem lehet, hogy most itt van a Mátyás fal, tehát, de ez nem biztos, de hát a Karikás Frigyesnek is volt egy ilyen kis emlékfala, ahol éppen biztos a Karikás Frigyes születésnapja alkalmából történtek különféle megemlékezések. És akkor 2 olyan kis kitűzőt fogok mutatni csak így hirtelen, ami hát néha még ilyen internetes árus oldalakon felbukkan. Megmondom őszintén, én most tudtam beszerezni 2 ilyen kitűzőt. Egyik ugye a gimnáziumnak a kis általános kitűzője, illetve a másik pedig, ami szintén 1963 év után indult be a szőlős osztály, ugye a Göndöc tanár úrnak az ifjúsági szövetkezete, nekik volt egy külön kitűzőjük, úgyhogy ez is nagy eszmei értékkel bíró emléktárgy szerintem így a gimnazisták
körében még néhány fénykép, és akkor eljutottunk az átalakításhoz. Nyilván nagyon-nagyon sok mindent lehetne a közbeeső több évtizedről is mesélni, hiszen az akkori épület után nem egyből ez a mostani épület következett, hiszen voltak nagyobb átalakítások, de hát én ezt most elegánsan átugrottam, hiszen ez a 61-es, 63-as időszak volt az, ami fontos volt most így az évforduló kapcsán, és akkor ez a végére, amit ugye közben már elmeséltem, úgyhogy nagyon nagy értéknek tartom ezeket a fotókat. A fotószakkörösök egyébként nem csak a gimnáziumot fényképezték meg, nem csak egymást fényképezték a különféle rendezvényeken, hanem az is feladat volt, ahogy Zsoltól megtudtam, hogy Fonyódon lévő épületeket, különféle helyszíneket fotózzanak, úgyhogy nagyon sok értékes, régi, fonyódi épületet ábrázoló fénykép is megtalálható, úgyhogy a végére értem. És akkor most jöjjön az a része, ami azért ugye a plakáton is szerepelt. Ugye amikor elindult ez az egész történet, hogy én itt egy kicsit felelevenítsem az elmúlt néhány évtizedet, szerettem volna, hogyha két diák elmeséli azt, hogy milyen volt abban az időben a tanulás, milyen volt fonyódi gimnazistának lenni, és ezért kértem meg Bálintné Zsuzsát, őt szeretném először kérni, mert ő egy évvel talán korábban kezdte a... Jaj, de megijedtem. A tanulás. Jó, ezt majd újraindítjuk. Így is lehet hallani? Igen. De lehet, hogy majd újraindítjuk. Automata visszahozta. Úgyhogy Zsuzsát szeretném megkérni, hogy meséljen akkor néhány percben arról, hogy ilyen volt a 60-as évek elején. Nem él a mikrofon, akkor megpróbálok elérni. Nem nagyon tudom hangosan. Gyere, Ári! De azért jöjjek el, épp. Mert én vak is vagyok, meg süket is. Tudod mi? De most már jó. Na megjött. Köszönöm szépen István a felkérést. Most halljátok? Igen. Hát kezdem ott, ahol István is elkezdte, hogy miért itt épült fel a gimnázium, és menjünk vissza az 50-es évekbe. Ugye 50-ben helyezték ide a járási tanácsot, és az én édesapám előtte Lengyel Tótiba ott dolgozott. Így hát Lengyel Tótiból mi is ide költöztünk Fonyódra, és ahogy István is mesélte, nagyon érdekes volt a helyzet. A Dobó utcába, ott a gyógyszertár mellett megy föl most a Dobó utca, akkor azt Ritter utcának hívták, ugye? Ritter. A középtájon laktunk társbérletben, egy nagyon szép kis villában, a Fáróékkal, aki az általános iskola igazgatója lett. De nagyon közel laktak hozzánk a Babóék, ő volt a járási tanácselnök. Barkóczi villában. Igen, ott ahol most már gyógyszertár van. Közel laktak. És egyébként a járási tanácsi alkalmazottakkal tényleg mindenki jóba voltunk. És nem tudom, nem árulok el titkot azzal, hogy én tudomásom szerint nagyon sokban közrejátszott az, hogy a Szirmai elvtárs, aki akkor az OTP vezérigazgatója volt, vagy igazgatója Kaposváron, nagyon támogatta azt, hogy Fonyódon legyen gimnázium. És az ő segítségével kerültek ide a Horváth igazgatóék igazgatónak, ugyanis az első évben még a Fáró József volt a megbízott igazgató, amikor én is kezdtem 62-ben, a mai kesztyűgyár épületében. Akkor már egy évfolyam ott egy évfolyam letöltötte az évét, és mi voltunk a második évfolyam,
Tehát az első évfolyamban 2 osztály volt, a második évfolyamban 3 osztály. És hát az kicsit szűkös volt ott, például nem volt tornaterem, úgyhogy följártunk az általános iskolába, testnevelés órára, tornaszakkörre, de vidám élet volt, és tudtuk, hogy hamarosan elkészül az új épület. És akkor még úgy volt, hát a Szilvi nem emlékszik rá, de hát az ő édesapja, a szerdahelyi Imre tanár úr, ők ott laktak. Tehát akkor olyan volt az épület, hogy a jobb oldalán egy lakás volt. És azt hiszem akkor már helyettes volt. Igen, az édesapád, és ő meg volt az igazgató helyettes, és ők ott kaptak lakást. Hát az fantasztikus jó volt, mikor már ide költözhettünk a gimibe, ebbe az épületbe. Természetesen mindenféle lehetőség akkor már adott volt, például a fotószakkörnek helyiség, aztán innen jártunk dolgozni, ilyen politechnikai osztályok voltak, a miénk is például az volt, és akkor jártunk Balatonfenyvesi gazdaságba, Boglári gazdaságba, aztán segítkeztünk itt a Fonyódon a Spigli dombon épülő kolhoz, úgynevezett TS, iskolai TS. Mindig megkérte az osztályokat, hogy segítsenek a szőlőtelepítésnél. Nagyon jó kis vidám élet volt ez. Hát olvastam itt, hogy már megindult a kis élet. Igen, természetesen akkor kis élet volt, és nem mondom, hogy rossz volt, sőt, nagyon-nagyon jó kis vidám rendezvények voltak, klub délutánok. Mondhatom azt, hogy például a Metro zenekar itt volt akkor Zalatnai Saroltával, és tehát nagyon-nagyon sok rendezvény, színdarabok. Most itt a plakát kiállításon is felfedeztem, hogy a Közszívű ember fiait mutattuk be, én is szerepeltem benne, és itt a plakát róla. A tanárokról. Tanárok szinte, talán mondhatom, mindenki fiatal volt. Frissen végzett, fiatal gárda volt, mindenkiben benne volt az a tenni akarás, hogy most váltjuk meg a világot, valószínű. És én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok sikeres diák került ki innen, Bonyódról. Persze hát a környékből jártak nyilván sokan, nem csak fonyódiakról van itt persze szó, de én nagyon büszke vagyok rá, hogy ebben a gimnáziumban járhattam, és hogy itt megépült ez az iskola. Hát aztán az átépítésnél láthatták ezt a sátortetős makovec stílust. Erről szegény férjem tudna biztosan sokat mesélni, mert ő kutatta föl ezt a makovec irodát, és az ő tervezőik építették ilyen stílusban át az iskolát. Persze ebben nagyon nagy támogatója volt az akkori községi tanács, akkor így hívták, meg a tanácselnök. És azt hiszem, hogy országban nem sok ilyen szép iskola van, mint ez, mármint épület. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zsuzsa. Pont ilyesmi visszemlékezésre gondoltam egyébként, úgyhogy köszönöm szépen. És most így, ahogy mondta Zsuzsa, hogy a második évfolyamon indult, hát csak sikerült az emlékeimbe kibányászni egy olyan kötődést, ami mégiscsak van. Az unoka nővérem, Varga Beáta Mária, ő az első évfolyamra járt, tehát ő 61-ben kezdte itt a gimiben az oktatást. És még egy másik, neki egy másik unokatestvére is, úgyhogy két ilyen Varga rokonom ide járt a gimnáziumba az első évfolyamba.
Na de most akkor szeretném Fábiánné Marikát is megkérni, akitől tulajdonképpen, még ha ő nem is tudott róla, de ez az egész kezdeményezés elindult, aki 1963-ban kezdte meg itt a Fonyódi Gimnáziumban a tanulmányait. Marika, akkor kérem szépen, hogy néhány emléket így a kezdeti időről elevenítsen fel. Köszönöm szépen, hogy én lehettem az ötletadója ennek a kis összejövetelnek és megemlékezésnek. Én ugyan hoztam magammal egy kis puskát, mert nem biztos, hogy ilyen jó visszaemlékezem, mint Zsizsi. Kezdem azzal a beiratkozás. Én Fony Öregloki vagyok tulajdonképpen, és borzasztóan örült a környék, amikor itt megindult a gimnázium, a középiskolai oktatás, sőt az első években még nem volt elég szaktanár sem, és Öreglakról járt be az ottani magyar tanárnő két éven keresztül, Fábián Jánosnénak hívták, amíg az új iskola meg nem épült, amikor ugye már ide leköltözködtünk, itt már más voltak a viszonyok. Tehát a beiratkozásom is már egy dolog volt. Zsili Ottóné tanárnő írt be az iskola nagykönyvébe annak idején. Azt mondja, részemről ezzel kezdődött meg a gimnáziumi életem tulajdonképpen. Az évnyitó az, ha jól emlékeim nem csalnak, akkor a futballpályán történt. Na most a rengeteg gyerek, és a mi osztályunk már a mi évfolyamunk már 4 osztályból állt. És az osztályokat nyelvek szerint osztották fel, hogy németes osztály, franciás, angolos is volt a latinos osztály. Na most mindenkinek rábízták, hogy ki melyik nyelvet választja, abban az osztályban sorakozzon föl. Na most a németes osztályban annyian voltunk, mint a csibefia, a másik a latinos osztályban viszont alig lézentek. Erre úgy gondolták, hát akkor osztuk már meg, kettő ide, kettő oda, így ugyan, hogy na most mivel Öreglakról mi 6-an jöttünk, 3 fiú, 3 lány, a 3 leányt átpacírozták a latinos osztályba. 3 fiú maradt a németes osztályba, de hát ennek következtében a mi osztályunkban csak 7 szem fiú volt, a többi mind leány. Az osztályfőnökünk dr. Havranek László volt. Az osztályok, vagy a gyerekeknek ott 90%-a bejáró volt a környékből. Tehát körülbelül Osztopántól, a kaposvári oldalról, innét Balaton, Szentgyörgy és talán Zamárditól bejáró gyerekek voltunk. A bejáróknak, ugye mivel vonaton utaztunk, tehát bérletet kellett vásárolni. Na most is tanuló bérletet. Ezt ma már nem hiszik el, hogy 27 forintba került egy bérlet. Ez ma már egy hihetetlen dolog. Az évet utána tulajdonképpen, hogy amikor ide kerültünk, először még nem tudtunk beköltözni az iskolába, mert még nem volt egészen kész, hanem pár napig az udvaron a törmeléket, az építési törmeléket takarítottuk, gazoltunk, elevésztünk, stb. Stb. Utána megindult a Bográri gazdaságba a szüret, és erre a teherautóra pakoltak bennünket, és kiszállítottak, ki szilvát szedett, ki szüretelt. Tehát ebből úgy gondolt, hogy az iskola kapott valami kis pénzt, vagy az osztályokhoz későbbi felhasználásra. De amikor vége, hogy körülbelül októberbe kerültünk vissza, október elején, akkorra alakították ki tulajdonképpen, mert a környező településeken sok helyen nem volt még orosz nyelvoktatás. És ezért lett tulajdonképpen a C-osztályba összevonva azok a gyerekek, akik nem tanultak orosz, és a másik iskolákból is jöttek, de gyengébb volt a teljesítményük, és ezért mindjárt egy orosz szakos pedagógus lett az osztályfőnökük, Bálint Lehel személyében, hogy ő majd sikerre viszi itt az orosz nyelv oktatást. Igen. A tanítás az tulajdonképpen a pedagógus szint minden szaktanár oktatott.
minden tantárgyat szaktanár oktatott, tehát nagyon felkészült pedagógus gárda volt a gimnáziumban, és talán ugye ennek köszönhető az, hogy azért elég sok tudós gyerek került ki a Fonyódi gimnáziumból. Az iskola, mi már úgy indultunk, mi voltunk az első évfolyam, akik igazán már itt kezdtek ebbe az iskolába. És mi már úgy kezdtünk, hogy 5 plusz 1-es nappal kezdtünk, tehát ugye szombaton is jártunk iskolába, és volt a politechnika, ami aztán a szőlőtermesztő szakmunkás bizonyítványt adta ki az érettségivel együtt. Most az első, második évben került hozzánk dr. Knoll László, aki oktatta a borászokat, úgynevezett borászokat, és a gyakorlati időnket is a bogári gazdaságban töltöttük, tudom én, szőlővetszés, vagy tupányozás, vagy minden ezeket tanultuk, de szerintem akkor a növényvédelmet, úgyhogy de nem olyan biztos, hogy az olyan sok, de megmaradt bennünk. És a mi évfolyamunkban alakították ki, már ugye Zsizsi beszélt róla, a kórhozt. Ez is egy érdekes dolog volt, minden osztály följárt terepet rendezni valamilyen szinten. Csak Göndöc tanár úr élelmes lévén lenyúlta ezt a projektet. És így a D-osztályhoz került véglegesen, de ő hát ezt nagyszerűen megcsinálta, megoldotta, és tehát olyan nagyon-nagyon sok szép dolog történt az ő vezetése alatt ebbe az osztályba. Több szakkört vezetett, ő vezette a rádiószakkört, fotószakkört, aztán de tulajdonképpen még énekkar volt a gimnáziumban, és még nem volt annyira kialakulva, hogy ilyen annyira rendszeresen, még talán a tornaszakkör volt, és olyan sok nem üzemelt még. És ennek a kórhoznak az egyik fő tudora, az ugyan itt ül közöttünk, ő volt az egyik fő oszlopos tagja ennek a projektnek. Na most ebben az épületben már saját konyha is lett, tehát menza volt. Kovács Teri néni, Horváth Rózsi néni vezetésével bizony nagyon-nagyon finom dolgokat főztek. És ezt se fogják elhinni, 29 forintot fizettünk egy hónapra. Na most a gimnáziumi éveknek az egyik záró akkordja talán az építőtábor volt. Mert ugye a 4 év alatt az építőtáborban valahol le kellett tölteni azt a 1 hetet, 2 hetet. Na most mi egészen Lengyel-Tóti Kéktóig mentünk. No, és az is beköltöztünk nagy boldogan. Ilyen kiöregedett régi katonai sátrak, ami beázott, nem állt meg rendesen a helyén. A vaságyak, szörnyen, és hát a padozat, a perzsa szőnyeg, az nagyon szép volt. Homoksár és fű, és mi ebben olyan boltokat mentünk cseresznyét szedni, meg minden, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Tehát a gimnáziumi éveink, én azt hiszem, hogy ha visszagondolunk mindenkinek, nagyon szépen telett. Hát nem voltunk, hát 15 és 18 éves kor között voltunk, és ez azt hiszem az életnek a legszebb időszaka, amit eltölthetünk együtt. És ezek az építőtáborok, ezek egy nagyon-nagyon jó csapatépítők is voltak. Hogy körülbelül én így ennyi visszaemlékezést mondanak, és köszönöm Istvánnak azt, hogy mikor meghívtam, hogy jöjjön el a régi diákoknak tartani egy kis előadást, és nagyon-nagyon örültek neki, hogy egy picit beleláttak itt a környező történetekbe. Hát mondjuk még az lett volna szép, ha felmegyünk a hegyre, de hát sajnos a 75 évével már senki nem vállalta be, és hát azért a lábaink sem bírják, mert ezt is köszönöm szépen István, hogy részt vehettem ezen a kis ünnepségen. Köszönöm szépen, Marika, és említette öreg lakot, és akkor erről nekem egy pillanatra engedjék meg, hogy még egy nagyon rövid kiegészítést tegyek. Ugye amikor az 1890-ben kitalálták ezt a Fonyódi végpontú vasúti vonalat, akkor leginkább, akkor is Boglár ellenében az volt Fonyód mellett a leginkább döntő érv, hogy a Fonyód és Kaposvár között elterülő földbirtokoknak az urai nagyobb lobby erővel bírtak, mint mondjuk a Boglár-Kaposvár közötti földterületek tulajdonosai, akik leginkább
idézőjelben csak nemesi családok birtokaival rendelkeztek, viszont Fonyód és Kaposvár között azért meg kell említeni Pusztaberényben a Tószegi Freund családot, akik a pusztaberényi uradalmat tulajdonolták, és akkor utána Lengyel-Tótiban a gróf Zicsi család, Öreglakban a gróf Jankovics Bésán család, Somogyváron a gróf Széchenyi család, és még így utána kisebb nemesi családok. Úgyhogy részvénytársaság volt, tehát ők bizony beletették a pénzüket abba, hogy megépüljön ott a vasútvonal. Nyilván nem az akkori lakosságnak akartak ők kedvezni, ez szimplán üzleti érdek volt, és a vasúti vonal, illetve a vasúti állomás is úgy lett kialakítva, hogy az az uradalomnak az érdekeit szolgálja, hogy az ott megtermelt növényeket, tenyésztett állatokat el tudják szállítani, el tudják adni. Ezért is van az, hogy hát Somogyváron, Öreglakon, Lengyel-Tótiban is azért jócskán kell gyalogolni, hogyha település központjától, utcáktól, lakóhelytől el akarunk jutni a vasúti állomásra, hiszen akkoriban a földbirtok az így igényelte. És hogy akkor egy jó nagyot ugorjunk az időben, ami ennek az egész történetnek a vége, ugye, hogy egy ilyen 60 évvel ezelőtt megépült gimnázium épület, közte nyilván, amiről ugye nem annyira esett szó, csak Zsuzsa azért említette az átépítés, most viszont az elmúlt időszakban azért volt egy olyan nagyívű beruházás, amit azért nap mint nap láthattunk, hogyha mentünk a gimnázium mellett, ami azért nagyon sok mindenről szólt, és ezért kértem meg Szilasi Gábor igazgató urat, hogy erről meséljen nekünk néhány történetet, hogy akkor a kezdeti időszak törmelékeinek az elpopolása után mi történt az elmúlt években, és akkor én meg egy kis technikai átállással járulok hozzá az előadáshoz. Ez kelleni fog, vagy lehet engem hallani, vagy hát, hangosabban mondja, hogy... Hát annyira hangosan már nem tudom mondani, szerintem. Mikrofon. Ennél hangosabban legalábbis remélem így hallható lesz. Hát én is szeretném megköszönni a meghívást, nagyon jó volt hallgatni ezeket a visszaemlékezéseket, és amíg itt István átáll, addig megosztom azt a gondolatomat önökkel, hogy hát nagyon érdekes dolgok vannak, mert nagy utat tettünk meg, azt gondolom, ebben a 60 évben, de nagyon sok minden mégsem változott. Most éppen arra gondoltam, talán azt tetszett mondani, hogy 29 forint volt a havi. Most hát a gyerekek naponta fizetnek közel 500 forintot, a dolgozók 1500-at, szóval majdnem ugyanannyi, és a bérlet, a vármegye bérlet is 1000 forint körül van most, úgyhogy ezek a dolgok nem változtak. Meg az sem, azt gondolom, hogy a kollégák nagyon lelkesen dolgoznak most is, szerintem hasonló lelkesedéssel, és biztos vagyok abban, hogy ennek az egész iskolának az elindítása az nem volt egy egyszerű feladat, és azt is elmondhatom talán, nekem ez az ötödik éve, mint igazgató, hogy az iskolának a működtetése sem az. És ott biztos 60 évvel ezelőtt is nagyon sok kihívás volt, hát most is van bőven, de szerintem ami közös, az az, hogy akkor is sikerrel oldották meg az akkori kollégák és az akkori diákok, meg az akkori szülők összefogásával a nehézségeket, meg problémákat. Én ugyanazt tapasztalom most is. Nagyon sok támogatást kapunk a szülőktől, nagyon sok támogatást kapunk az öreg diákoktól és más szervezetektől is, akik nélkül biztos, hogy sokkal kevésbé eredményesen tudnánk megoldani azokat a kihívásokat, amikkel bizony nap mint nap kell néznünk, és ilyen kihívás volt többek között az a felújítás is, amit István megkért, hogy erről köszönöm szépen, hogy erről néhány kép segítségével meséljek egy picikét. Ugye az elején, még csak ha visszaugranál így kedves az első diára, akkor ott azt lehetett látni, és ezt feltétlenül szeretném elmondani, hogy ez egy, ott vagyok, ott az a kék, igen, a legelsőre légy színes, a legelsőre. Ott egy felújítás. Aha, ez az.
Tehát, hogy nem, még mindig nem. Tehát a legelső díja a felújításra. Ahol a fővárgó van. A címre, így van, köszönöm szépen. Ott, ott, igen, ez az. Szóval, amire én szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy igazából ez egy kehopos pályázat volt, és szándékosan azt írtam, hogy 2016 és 23, mert hogy magát a pályázatot, azt, annak a pályázatnak az elkészítését, előkészítését, azt még nem én csináltam. Azt Bántor Zsuzsa igazgató asszony csinálta. Az egész nagy mennyiségű dokumentáció az az ő munkájának köszönhető, és ami érdekes, hogy ugye az is egy közös pont, hogy lassan őrülnek a hivataloknak a malmai. Hát igen, 16-ban megnyertük azt a pályázatot, ami akkor egyébként, ha jól emlékszem, 670 millió forint volt az iskolának az energetikai felújítására, és aztán végül ez 2022-ben kezdett el megvalósulni. Mi már többször lemondtunk egyébként róla, azt gondoltuk, hogy kész, ez hiába nyertes, nincs, nem fog megvalósulni, de hát addig-addig mentem én 2018-tól fűhöz, fához, képviselőkhöz, mindenhova, hogy végül aztán meglett ez a pályázat, hála a jó égnek, és akkor 2022-ben egy év alatt megvalósították a pályázatot, ami tehát alapvetően épületenergetikai fejlesztésről szólt. És akkor most kérlek szépen István, hogy a képeket, maga a felújítás képeit hoztam el az első blokkban. Ez a természettudományos laborunkban készült, hát lehet látni, hogy ugye itt a falakat, ha megnézik, akkor átfúrások vannak, hiszen az épület energetika többek között a fűtési rendszer teljes felújítását jelentette, amire nagy szükségünk volt, mert a kazánházban volt, hát ki tudja hány évtizedes kazánok, 4 darab, és abból a legvégére már csak egy működött, szóval ha az is megállt volna, akkor nem lett volna fűtés. És hát a csövek is, meg a radiátorok is, hát én nem tudom pontosan, hogy mikoriak, de több évtizedesek voltak, úgyhogy innen kezdtünk. Valószínűleg igen, de én ezt nem mertem mondani, mert megmondom, nincs alapom rá. Szóval több évtizedes, azt mondom, mert azzal biztosan igazat mondunk. El voltak már vízkövesedve, mindenféle bajaik voltak, úgyhogy azzal indították, hogy a teljes csőrendszert, a kazánokat, a szivattyúkat, a radiátorokat, mindent kicseréltek, és ez elég nagy rombolással járt, ugye a falakat kellett átütni, meg a radiátorok cseréje miatt kellett mindenféle fúrás, faragást csinálni, ami hát nem volt egy egyszerű történet. Úgyhogy ez az egyik, és hát itt is látjuk például az aula radiátorai, ami aztán még külön probléma is volt, mert méretben se lehetett már olyat kapni, amit 16-ban a pályázat előírt, úgyhogy újakat kellett megrendelni, meg de ugyanolyan teljesítmény legyen, azért kaptam én egy elég komoly műszaki továbbképzést is, mert én magam ugye bölcsész végzettségűként, hát annyira nagyon nem értettem ezekhez a dolgokhoz, de sok mindent meg kellett tanulnom ezeken az egyeztetéseken, a radiátorok fűtési teljesítményétől, a mit tudom én milyen egyéb kritériumokig, hogy valamit érdemben hozzá tudjak szólni. Úgyhogy például ezek a radiátorok is nagy nehézséggel állították a kivitelezőket, de megoldották, végül most már rendben vannak. A padokért külön kellett küzdenünk, hogy azok is maradhassanak, mert azt ők el akarták távolítani, mi meg ezt nem engedtük. Többek között egyébként polgármester úr is nagyon harcosan védte az iskola érdekeit, mert hogy itt azért lettek volna olyan megoldások, ami azért finoman szólva ahhoz a Makona irodának a koncepciójához nem illeszkedett volna, úgyhogy ez is egy nagy segítség volt. És hát itt megint csak a fűtés szerelés, meg a remek munkások látszik. Egyébként ez egy teljesen jellegzetes pillanatkép volt, 3 munkást lehet látni, abból talán, vagy 4-et is talán. Egy valaki valamit csinál, az összes többi nézi. Ez valóban így történt, úgyhogy erre a Kardos János úr azt szokta mondani, hogy nagyon szívesen lett volna műszaki ellenőr itt, mert hát ő akkor azért tett volna észrevételeket. Hát itt a külső, az udvar meg így nézett ki, mert ugye hát kidobálták a mindenféle hulladékokat, aztán nagy nehezen elszállították, elég nehéz volt egyébként itt közlekedni, meg hát nagyon baleset veszélyes volt, úgyhogy a kollégák és a diákok előtt is le a kalappal, mert arról számolhatok be, hogy egyetlen egy baleset nem volt ez alatt az egy év alatt, tehát azért a gyerekek nagyon fegyelmezetten betartották az előírásokat.
ugye a tornaterem is hát kapott egyrészt egy külső szigetelést, másrészt majd fogjuk látni, hogy azokat az ablakokat, azokat az üvegtégla ablakokat is, amik hát ugye nagyon már nem voltak korszerűek, hiszen azokat az ablakokat ki se lehetett nyitni, nem lehetett szellőztetni, és ezeket is teljesen kicserélték, és az nyitható ablakokat is raktak, majd ezt is fogjuk látni. Itt pedig az épület külső szigetelését lehet látni, ami egyébként a főépületet is leszigetelték ugyanígy. Hát hozzá tartozik az igazsághoz, hogy többször álltak neki, úgy nagyjából 2-3 ember gondolta ezt megvalósítani, hogy akkor ezt ők megcsinálják, és akkor amit fölraktak, az reggelre lepotyogott. Ez tényleg így működött, aztán egyszer csak megunták, és akkor valami több ember idejött, és hát azt hiszem úgy mondják, hogy jól bedűbelezték ezeket a szigetelőket. Hát ez megint csak egy pillanatkép, ugye a fűtésről ez így nézett ki, nagyon jó volt, hogy ez a rozsdás nem tudom micsoda lefolyt, és akkor hát azért voltak olyan nehéz pillanatok, amikor úgy nem nagyon tudtuk elképzelni, hogy ez így hogy fog kinézni, de azért nagyjából rendeződtek a dolgok. Itt a régi radiátorok leszerelve, ez hónapokig így volt, mert hát ez a lecipelését azt nem nagyon akarta senki vállalni, és akkor úgy gondolták egy időben, hogy majd a diákok leszállítják ezeket a radiátorokat. Most egy ilyen radiátor az több száz kiló volt, tehát mondtuk, hogy ezt így nyilván nem, de azért sikerült kialkodni velük, hogy akkor vigyék már le ezeket a radiátorokat, mert úgy gondolták, hogy majd elviszik maguk a mételebbe, aztán mondtam, hogy azért ez nem így működik, akkor utána már nem akarták lecipelni, de azért megoldottuk, úgyhogy levitték. Ez pedig az a lépcsőzetes fizikaterem, amiben hát elbontottuk azt a lépcsőzetes, nem tudom mennyire emlékeznek rá, azt a kis fellépős rendszert, mert már nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és akkor ezt találtuk, úgyhogy ez is egy ilyen nehézség volt, hogy hát így azért a padokat nem nagyon lehet visszapakolni, de itt is például kaptunk összefogást, meg szülői segítséget is, és akkor most le lett az egész betonozva, meg le van linoleumozva, úgyhogy most már ez is egy teljesen szép terem. Na hát ilyen volt a bontás pillanatában, ez a dobogó, amit el kellett bontani, és hát ez volt alatta úgy nagyjából néhány évtized szemete, vagy nem tudom, ami oda behullott. Igen, ez egy fájdalmas pillanat volt, azért fotóztam le, mert ez az angol terem, aminek leszakadt a tábla világítása, annyira dolgoztak a villanyszerelők, mert hogy nem csak a fűtést újították meg, hanem a világítást, tanterem világítást is egyébként most jól működik. Hát akkor nem annyira, mert a vezetékeket, ahogy cserélték, hát ott minden potyogott, úgyhogy de azért visszaszerelték. Ez megint egy ilyen pillanatkép, ez a lé, ami folyt a radiátorokból. Szegény takarítónőknek is azért elegük volt, mert amit főtakarítottak, azt másnap kezdhették előről, úgyhogy nem volt egyszerű nekik sem. Hát igen, így, és akkor így mentek a gyerekek a termekbe. Ez a harmadik emeleten készült egyébként. Igen, és akkor ezen a lépcsőn gondolták, hogy majd a gyerekek leviszik ezeket a több száz kilós radiátorokat. Én meg már láttam magam előtt, hogy itt a fele lesérül, és akkor hát mehetünk a kórházba, meg a mindenhova, mondtam, hogy ezt nyilván nem vállaljuk. Itt már akkor az új radiátorok, és még, ha jól látom, ezek igen a régi nyílászárók, mert hogy ezek a fa és a műanyag nyílászárók is egyébként teljesen lecserélték őket. Maga a projektnek egyébként az összértéke az akkor még 2016-ban 670 millió forint volt, de hát ugye néhány év alatt azért a dolgok azok megdrágultak, úgyhogy a végén lett belőle közel 1,3 milliárd forint, amibe került a vége. Igen, ez így le lehetett látni az egyik emeletről a másikra, ugye ilyen lyukak is voltak. Itt is figyelni kellett, hogy valamelyik gyerek ne lépjen esetleg bele, azt eltűnik, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez is ezek itt ilyen pillanatképei a fűtés szerelésnek. És akkor a felújítás után mi minden újult meg, meg hogy néz most ki az épület. Ugye a szokásos, most azt mondom, hogy szokásos aula, amire nagyon büszkék vagyunk, azért ez nem így nézett ki. És itt azért felhívnám a figyelmet a nyílászárókra, amik bár megszólalásig ugyanúgy néznek ki, mint előtte, teljesen le lettek cserélve, és a tavalyi tél vége,
az már olyan volt, hogy nem kellett a bálnál esetleg senkinek sem attól félni, hogyha jön az északi szél, akkor mondjuk szétfagynak az emberek az aulában, mert most nem fúj már be a szél az aulában, úgyhogy ez egy teljesen jó. És egyébként ott a lámpák is megújultak, ha még egy pillanatra visszamegyünk egy fotót. Esetleg nem tudsz visszamenni, akkor majd biztos látjuk máshol is. Azért vannak kivitelezési hibák, azt nem sikerült elérnünk, hogy ezeket a radiátorokat mondjuk ne a színpadra tegyék föl. Igen, ez most megint elment. Ó, ez ennyire bonyolult, akkor mindegy. Biztos mindenki látta, hogy azok a radiátorok ott a színpad ékessége mögé lettek behelyezve, ami hát mondjuk finoman szólva von le a dolgok értékéből, de ebben nem tudtunk. Van, amiben nem tudtunk sajnos megállapodni, oda lett tervezve, ez volt a válasz, és az a szent és sérthetetlen volt. Tehát ami oda lett tervezve, az oda lett tervezve. Igen, ott lehet látni, hogy azért azok a radiátorok ott nem túlságosan szépek és esztétikusak. Igen, ez a kazánban készült, ilyen bonyolult szivattyú, nem tudom én hány szivattyú oldja meg most a fűtést, meg a négy kazán, amit most már vadi újak. Lehet látni a kazánokat is, egy ilyen furcsa szögből ez a hátulja a kazánoknak. Ilyen csőrendszereket építettek ki egyébként, én nem tudom, hogy hány körön fut most az egész, sokkal több körön, mint régen, állítólag így gazdaságosabb a fűtés. Na és itt van a tornateremnek az ablak része, amire talán nagyon büszkék vagyunk, mert ezek most már egy ilyen modern ablakok, és az ablakok is nyithatók, méghozzá ilyen motoros nyitói vannak, úgyhogy a torna tanárok tudják nyitni, megcsukni az ablakokat. Reméljük sokáig fog működni. Azért vetettünk oda egy hálót, már csak azért is, hogy mondjuk ne rúgják ki az ablakot. Itt pedig kialakítottunk, ez is egy szülői összefogás, nem szorosan a felújításhoz tartozik, de mégis tavaly valósult meg. Ugye itt volt egy raktárhelység, a kézilabda pályáról nyílott, és gyakorlatilag ott sikerült azért ezekkel a kivitelezőkkel a sok ilyen-olyan svindlisségük miatt megbeszélni, hogy mondjuk azt a raktárhelységet, ami nagyon-nagyon rossz állapotban volt, a falakat tégláig leverték, levakolták, mert hogy ugye volt egy olyan nehézségünk, hogy a tornatanárok a folyosón tartották a testnevelés órák egy részét, amit én nagyon nem szerettem. És ezt a raktárhelységet akkor ilyen kis kondiszobává alakítottuk át, és akkor nem kell a folyósókon ott az ebédlő előtt tornaórát tartani, ami azért hát egy nagy segítség. Úgyhogy ezt azért szerettem volna kiemelni. Meg azt is, hogy például vannak olyan felajánlóink, akik például egy futópadot ajánlottak fel, amit a gyerekek most már így tudnak használni. Ez mondjuk nem fért el a kondiszobába, ez ott van kint a folyosón, de talán ez még nem zavarja annyira a munkát. Itt vannak a lámpák, ez az aula lámpa, amit ugye lecseréltek, azokat az oldalsó lámpákat, amik nem túl sok fényt adtak. Én kértem, hogy maradjanak azért meg, mert ha olyan előadás van, akkor nem biztos, hogy ilyen nagyon erős fény kell feltétlenül, úgyhogy megmaradtak a régi lámpák is, de felszerelték ezeket az új lámpákat is, amik szerintem elég nagy fényt adnak, tehát ebből a szempontból ez egy jó változás. Itt is a folyosót is új lámpák világítják meg, úgyhogy egész nagy fényt adnak, kevésbé balesetveszélyes. És itt vannak a fanyílászárók egyébként, amik hasonlítanak nyilván stílusában az eredetihez, viszont hát sokkal jobbak, mert azért most már a hó nem jön be az ablakon. Hát azért ennek a fának nagy hibája, hogyha nem kezelik, nem ápolják, akkor nyilván egy idő múlva már nem fognak jól zárni, és hát ez nem történt meg. Úgyhogy ezek az ablakok most nagyon szépek, és nem csak szépek, hanem jól is zárnak. Hát nagyon bízok benne, hogy ez így is marad még jó pár évig. Kaptunk ilyen, hát ezt nem is tudom most, hogy zsalugáter mi ennek a neve? Igen, de valami, nem tudom milyen, de van ennek egy valami neve, de nem tudom, hogy pontosan, mindig elfelejtem. Ilyen külső árnyékoló ez, ami ilyen automatikus ilyen motorokkal működik, meg föl le lehet húzogatni, meg sötétíteni. Ez nagyon jó, ez a déli oldalon van, ami ugye hát akik hát emlékeznek, biztos tudják, hogy májusban a déli oldalon levő termekben már nem nagyon lehet megmaradni, mert 500 fok van. Úgyhogy ez nagy segítség, hogy akkor le lehet kicsit árnyékolni, és ez kicsit elviselhetőbbé teszi a klímát, úgyhogy ez is egy
nagy pozitívum, és ilyen lett a fizikaterem, az a lépcsős fizikaterem, amit hát akkor azt a dobogót elbontottuk, és itt is látható egyébként az is, hogy a műanyag nyílászárók is kicserélték, ez a három rétegű üvegre, meg a lámpákat is kicserélték, itt is tantermi lámpákat is. Így néz ki belülről ez az árnyékoló. Itt is ugye a lámpák, meg a műanyag nyílászárókat lehet látni, és hát ugye eltűntek a radiátorok, szerintem ez az igazgatói előtti folyosó, igen. Közelről, és akkor itt a számítástechnika egyik terem, ahol szintén ugye a lámpákat lehet látni, itt megmaradt még ez a lépcsőzetesség, hát ezt nem sikerült lebontanunk, azért mondom, hogy nem sikerült lebontanunk, mert ez sincs sokkal jobb állapotban. Ez egy fizikaterem. A radiátorokat lehet a harmadik emeleten és a nyílászárókat látni. Itt a radiátorok lehet közeli, ugyanott a harmadik emeleten. Itt meg az angol, meg a rajzterem előtti nyugati szárnyon a nyílászárók együttese. És hát ugye egyrészt napelemek is épültek, ez nem kifejezetten ennek a fejlesztésnek, hanem előtte néhány évvel, hogy a napelemek kerültek a tornaterem tetejére, az mondjuk főleg egyébként a konyhának jó, mert ők használják főleg a megtermelt áramot, és a másik oldalon pedig ez a nagy doboz, amit fölraktak, ez az uszodának a szellőztetése, mert az ugye állandó problémánk volt, hogy a nagy gőzt nem lehetett, meg a párát nem tudtuk kiszellőztetni, azt nem gondolták annak idején át, amikor 2002-ben fölépítették, vagy átépítették ezt a tanúszodát, most viszont egy elég komoly elszívó berendezést építettek ennek a felújításnak a keretében, és ez most megoldja ezt a pára problémát. Itt össze lehet hasonlítani a kettőt, mert a kisebb az a régi, ami most már nem működik, és ez meg ez a nagyobb, ez az új, ami most kiszívja a párát rendesen, úgyhogy most nincsenek az öltözőkben penészes falak és egyebek. Itt ugye a tornaterem ablakai kívülről, az üvegtéglák helyett. Ez a napelemeknek egy része. Mehetünk egy kicsit talán gyorsabban itt. A gyerekek kreativitását kicséri a repülő. A kinti nyílászárók, ezek most már végre nyithatók, mert ugye a másikakat, a régieket, ott az oldalsót nem is használtuk, mert attól féltünk, hogy nem tudjuk becsukni, ha egyszer kinyitjuk, ott már ugye annyira faj a rossz állapotban volt, és kívülről az épület, ugye itt, ahogy említettem, kívül is leszigetelték az épületet, meg lefestették, hát ez is már ráfért, meg ugye a teraszt is például kicserélték, az is nagyon teljesen leszerelték, és a teljes felújításon esett. Tehát ez a konyhának a része, ami szintén ugyanígy ki lett cserélve teljesen. Itt az angol, meg a rajzterem, ez meg gyakorlatilag ugye a hátsó bejárat van. Ugyanígy. Ezek a napelemek, és akkor itt még egy olyan rövid részt azért készítettem, hogy akad még azért tennivaló, hogy véletlenül valaki azt gondolja, hogy itt aztán most már minden teljesen jó. Nem egészen. Hát a tető az sajnos nem fér bele ebbe az energetikai felújításba. Senki se érti, hogy miért különben, de mert ugye hát ugye nagyjából a tetőtől kellett volna indulni, hát nem onnan indult. És hát, mint látjuk, ez a tető azért elég rossz állapotban van. Utolsó adataink szerint kb. 350 millióba kerülne. Hát, nem tudom. Dolgozunk rajta, mert amint látható, hát elég félelmetes, meg be is ázunk azért rendesen. Bocsánat, van padlás? Van padlás, igen, van. Van. És hát az iskola bútorok meg a padlózatban is azért nyilván lassan, de biztosan haladunk előre. Sok terem van, úgyhogy sok tennivaló is van. Egyik-másik iskola bútor azért nem feltétlenül mai, és azért felújításra bizony ezek is szorulnak. Ezek még szerintem az originál. Igen. Azt gondolom, és hát megviselte őket az idő. Hát igen, ez az, amit mondtunk, hogy a fa ugye gyönyörű, szép, de hát bizony nagyon sokba kerül a fenntartása, a karbantartása.
Ezzel majd most ezt jó is, hogy lefotóztuk egyébként, ezt észre sem vettem, ez az első emeleti karzat, ami ennyire elmozdult a faltól, úgyhogy ezt most pont tovább is fogom a tankerület felé küldeni ezt a képet, mert szerintem ez így már egy kicsit sok, hogy ennyire elmozdult. Ezt most fedeztem föl, tegnap készült a kép egyébként. Úgyhogy, meg hát azért a bútorok szerintem, tanár úr, ez lehet, hogy neked is ismerős még, mert hogy ez még szerintem abból az időből van, úgyhogy van mit még ezeken is cserélgetni. Ezek a padok is olyanok, amilyenek, bár éppen ma hozták be a takarító kollégák, hogy itt a, azért a bútorok, hogy így néznek ki, ebben benne vannak a gyerekek is vastagon időnként, nem tudom, hogy mi játszódik le bennük. Miért kell mondjuk ezt? Nem tudom, tehát nem mindig tudjuk őket megérteni, úgyhogy itt azért előfordulnak ilyenek is. Hát igen, itt a színpad ugye, amit szintén jó lenne egy kicsikét felújítani. Meg hát néhány tanteremnek is szerintem ez a 80-as évekbeli padlózata, ami van. Meg hát néhány butortarab is még szerintem onnan van meg. Úgyhogy ezeken még azért van mit tennünk, de hát ezen vagyunk, hogy ezeket is javítsuk, meg ezeken is dolgozzunk. Na ez az, amiért el kellett a fizikába is bontani azt a lépcsőzetes, azt a dobogós szerkezetet, mert hogy így nézett ki. Úgyhogy most majd a másik teremben is ezzel valamit kezdenünk kell. Ez pedig a teraszról, vagy a teraszról, az udvarról egy pillanatkép ezzel a régi asztala, és a másik nagy szívfájdalmunk a kézilabdapálya, amin nagyon dolgozunk, hogy meg kellene újítani, hiszen itt azért elég szépen teljesítenek a gyerekek kézilabda sportákban, és ehhez képest a pályánk azért az hát szintén több évtizedes. Úgyhogy nagyon szeretnénk, de hát én amikor elmentem nagy naivan a magyar közúthoz, hogy esetleg így nem aszfaltoznák-e le, csak így én azt gondoltam, akkor mondta, hogy hát ez olyan 10 millió forint körül van, hát vettem egy mély levegőt, és mondtam, hogy hát akkor köszönjük szépen, úgy gondoltam, hogy esetleg valami maradékból nem lehetne, hát mondta, hogy nagyon vicces vagyok, meg naív. Hát ennyi. Hát lehet. Nem az, hanem a kosárlabdapálya, azt a Göndösszanárul idejében volt, hogy hetest javították, és kiment oda beszélni a munkásokkal. Azt bejöttek, megcsinálták, de gyerekek elmentek, Vilikém, ugye? De nem hallom ám, hogy mit mondtam. Én is ellentem mondom, próbálkoztam, csak engem elhajtottak. Elmentek tapsolyban, egy nap dolgozni, és az volt a... Hát, nekem nem sikerült sajnos, megpróbáltam. Na de hát ez még abszolút. Igen, hát most így néz ki, tehát ebből kellene valami szépet csinálnunk nekünk, most ez egy fontos feladatunk még, mert hogy a pocsolyák ott megállnak, és akkor az úgy nem annyira, főleg ha érettségiznek a gyerekek éppen mondjuk egy ilyen pályán, akkor az nem a legszerencsésebb. Hát igen, a gaz is itt ott följön. Ez is a kézilabda pálya egy részlete. Kábor, a vizitárról is esetleg pár szót mondanak. Igen, mindjárt akkor ez befejeződik, és akkor szerintem ezeket gyorsabban is pörgethetjük, itt egy-két érdekesség, hogy mi az, amit még szeretnénk. Ez a harmadik emeleti vécé, azt nem sikerült még felújítanunk, tehát az még abszolút eredeti, le is kellett most zárnunk, tehát az most nem működik, ami egyébként azért konkrét probléma, mert amikor én átvettem a gimnáziumot, akkor 371 fővel vettem át, most 483-an vagyunk. Most már megint 16 osztály van az iskolában, és ez az első olyan évfolyam, ahol megint négyen vannak, és nagyon sokan fognak érettségizni, és kell a harmadik emelet is. És amikor érettségi alatt WC-re akarnak menni, akkor ide nem fognak tudni. De kaptam ígéreteket. Hát ez meg ugye a jó kis tornateremnek a padlója, amit szintén nagyon szeretnénk kicseréltetni. Következő remélem ilyen megbeszélésen már majd arról tudok referálni, hogy ezekből már sok minden megvalósult, ezen vagyunk. Hát ja, ne 60 év múlva, igen, jogos, igen, oké. A vízitelepről pedig azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag ott ugye a város most egy kicsit kinyitotta a vízitelepet a köz számára, a fonyódiak, meg egyáltalán a turisták számára is. Ugye a hangárunk még ott van, de az el fog onnan tűnni. Tulajdonképpen szerintem az nem baj, mert azért az nem egy gyönyörű látvány. Viszont kaptunk egyébként az új tárolóban egy egyharmadnyi helyet, ahova be tudtuk pakolni a dolgainkat. Már nem volt annyi mindent bepakolni, mert hát azok a vízitelepi eszközök is sajnos
már a legnagyobb részük javíthatatlan állapotban volt, azokat leselejteztük, mert nem tudunk velük mit csinálni. Ami viszont megvoltak eszközök, azokat átpakoltuk, tehát ott ugyanúgy tartjuk a testnevelés órákat május-júniusban, meg szeptember-októberben, ugyanúgy oda megyünk. Ennyi ami. De szerintem ami nagyon pozitív, az az, hogy most már van ott egy rendes WC, amit lehet használni, ugye eddig az nem volt, és ez nagyon jó, hogy például ez az infrastruktúra ott kiépült, és az elérhető. És a bázok helyett ott valami faépület fog... Nem lesz ott semmi, én úgy tudom, hogy azt el fogják bontani, és ott rendezve lesz, tehát tereprendezés lesz, és így fog működni. Nekem ez az információm van róla. Ami nekünk ebből fontos volt, hogy ott ugyanúgy oda mehetünk testnevelni, sőt a májusban is, meg szeptemberben is a kajakkenu pontnak az eszközeit megkapjuk ingyen, és azt használják a gyerekek, tehát ez is egy jó dolog, meg a tárolónak az egy harmada az a saját cuccainknak ott van, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk ez most így jó változás volt, segítség volt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen igazgató úrnak is a kiegészítés, és azt hiszem, hogy azért jó volt látni, hogy sok-sok megújulás azért történt az elmúlt években, és hát majd visszatérünk rá, és akkor majd néhány év múlva remélem egy ilyen volt, ilyen lett fotóval Gábor újra be tudja mutatni, hogy akkor az a tornacsarnok padlózata, meg az összes többi mennyire változott meg. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, hogy eljöttek, leginkább köszönöm Zsuzsának és Marikának, hogy felidézték az emlékeiket. Igen. Az idő apropója, hogy én 60 évvel ezelőtt léptem be a gimnázium kapuján, és most szedtem el az unoka. Szép. Hát bizony, így telik az idő, de azért... És ő már nem üreg lapból jár be. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Ami a plakátokról szól, és ebben vannak a régi gimnáziumi programokról is plakátok, és még annyit hadd mondjak el, ez egy nyári élmény, hogy Lehel tanár úr eljött a kiállításra megnézni, és a mostani Lehel tanár úr édesapjáról van szó, és felfedezte, hogy néhány kézzel készített plakátot ő rajzolt, tehát így a könyvnek a végén vannak kézzel készített plakátok. Például itt van az, amit a Zsuzsa említett, a Kőszívű ember fiai, és akkor hadd mondjam el, hogy a belépő díj háromféle volt, ugye egyik jobb volt, mint a másik. A legdrágább volt 12 forint, 10, 8 és 6 forintért is. És akkor még nem karikás Frigyes volt, mert általános gimnázium. Úgyhogy ilyen is volt. Az iskola emblémáját is értem. Tehát ez a bizonyos sirályos motivum. Gábor, neked is. Így az érdeklődésből én azt gondolom, hogy lehet, hogy kitalálunk még azért folytatást, mert Bántó igazgatónővel is beszéltem nem régiben, és azért ő neki is jócskán vannak emlékei a 42 évről, amit a gimnáziumban eltöltött. Úgyhogy szerintem figyeljék a hirdetményeinket, mert lesz még gimnáziummal kapcsolatos program szerintem. Szeretettel várjuk önöket arra is. És minden egyéb programunkra köszönjük szépen, hogy eljöttek.